Jaj! Szevasz! Szevasz! Nem volt egyszerű meló, de összepakoltunk, elindultunk, úton vagyunk. Itt van a kismanó. Szia, mucsi, mucsi! Néztünk igazság szerint panzsos gyerekülést is, de a narus szabadságvágyát szerintem az nem elégítette volna neki. Csajok, egy olyan dolgot hoztam nektek, amit tudja, hogy imádni fogtok. Szemed ellen. Na sziasztok! Most ismét egy napi vloggal készülünk nektek, elég izgalmas lesz, mert a kis hölgy, akit itt láttok, egy pillanatra nem áll meg, úgyhogy megmutatjuk majd nektek, hogy miket tud, meg miket tanult. Szerintem nagyon ügyes a korához képest, viszont nekem a szívgyógyszert azért be kell venni. Megmutatjuk nektek, hogy hogyan készítem neki az ételeket, mert mindenhol már vinnem kell magammal, mert ahogy látjátok, hogy ha elengedem, akkor rögtön lelép, és végre elmegyünk majd a gyerekülésért is, és egyéb izgalmas programokkal is készülünk, úgyhogy tartsatok velünk. Jössz velem? Jössz edzésre velem? Ott hideg lesz, nem? Hát, elég a meccs. Ki van ott, Manó? Mit kell ilyenkor mondani? Hajrá, apa! Hajrá, apa! Ügyes legyél! És siess haza! Na de kapaszkodj akkor! Kapaszkodj el, mutasd meg, hogy ezt csinálod egész nap. Itt okozod a szívrohamot mindenkinek. Nem esszük meg a dióbútort, ugye? Megbeszéltük, Manó. Csücs! Csücs, csücs! Hova, hova? Már megint. Valami garázdaságon töröd a fejed, ugye? A kamerálvány. Ez nem stabil, ezt elmeséltem. Nem stabil. Igen, és ha valamibe belekapaszkodik, akkor addig szorítja, amíg nem próbáld onnan elrángatni, és nagyon erős. Gyere. Manu, engedd el, légy! Engedd, el fogod borítani, kicsi. Fudi, fudi! Fudi, fudi! Itt tapsi, tapsi, zál! Most méges vagy? Tapsi, tapsi! Balhé helyett! Tapsi, tapsi! Csücs, ugye, ülj le ügyesen! Csücs! Hol van az asztalod, Maki? Gyere, megmutatom. Figyelj! Repül a narus! Hívásod érkezett! Hívásod érkezett! Halló, szia! Ez nem olyan izgi, mi? Csücs, ügyesen, Nora! Csücs, lassan! Csücs! Nem tudsz te ülni, de most... Velém kapaszkodj! Na? Oda is van, persze! Szóval légy szíves, írjátok meg, hogy a ti 8 hónapos gyerköcötök is föláll-e, mindenhova fölmászik, innen így elgarázdálkodik oda, és sajnos a lépcső is fel tud már mászni. Ugye? Ügyesen leültél, kicsi, most. Hova, hova? Hova, hova? Elnézést, hogy útba vagyok. Elnézést. Ott a Makid, igen. Most vissza? Ne pihenjél le, kicsim, léci. Szevasz! Szevasz! Tapsi, tapsi! Tapsi, 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 tapsi! Tapsi, tapsi, tapsi! Nézd meg, adok neki egy játékot! Na, most ezt így moshatom el. Figyelj! Színes kalár! Pohárka! Ízni! Szerintem ez le lesz, amit elkészül a hamit. Úgy. Jó? Szerintem nem tudom, mi említettem a már, de a narus ugye nem iszza meg a sima babavizet, úgyhogy ezért egy pici almelemet szoktam neki ízesítésgyanánt hozzátenni. És én adok neki C-vitamint is, kis cseppet, és hogy ezt ne így egybe adjam neki oda, én azt szoktam meg, hogy ebbe belecsepegtetem, ezt úgyis megissza általában. 1, 2, 3, 4,
ezzel mindig megvizsgálom. Mi a tanulókutyus? Úgy lehet a babavíz. Muszáj ilyenkor, hogyha a konyhában tevékenykedem, akkor beültetem az etetőszébe, különben tényleg egy század másodperc alatt lelép, vagy felmegy a lépcsőn. Úgyhogy akkor nincs egy nyugodt pillanatom, de tényleg, hogyha gyorsan feldobok valamit főzni, akkor az simán így ezeket gyerek. Annyi van, hogy nagyjából egy 50-szer hajolok le közben, és veszek fel azt, amivel játszott, de ez simán díj nekem. Ebben megegyezünk, ugye, Maki? Ebben meg szoktunk egyezni. Csajok, egy olyan dolgot hoztam nektek, amit tudja, hogy imádni fogtok, és ez nem más, mint a MAC-nek a sminkes kalendáriuma, amivel lehet várni a karácsony közelettét. Én, mikor megtudtam, hogy egy ilyen létezik, akkor azonnal beszereztem, és speciál a Mamutban találtam ezt még az üzletben. De hogyha jól tudom, akkor van belőle pár az üzletekben, illetve online is még egy-kettő elérhető. És hát látjátok, hogy különböző méretű kis fakkok vannak benne. Vannak ezek a hosszabbak, ezekben ugye nyilván szájfény, szempillaspirál, krémek, ilyesmi dolgok vannak. Ugye vannak a kisebbek, tele van rúzsokkal, krémmintákkal, mindennel, amire egy lánynak szüksége lehet ahhoz, hogy csinosan és szépen várja a karácsonyt. Úgyhogy hát azt gondolom, hogy ez életem egyik legkedvencebb kalendárja, amivel valaha találkoztam, és alig bírom már, hogy kinyissuk. Hát te se bírod, mi Muki, hogy kinyissuk ezeket. Úgyhogy ha szeretnétek egy ilyet, akkor ne felejtsetek el gyorsan elindulni érte, és akkor bontogassuk együtt. Természetesen nem foglak kihagyni titeket a bontogatásból, az Instagramon, Instastoryban majd meg fogom nektek mutatni időről időre, hogy miket rejtenek a kis ablakok, de mindenképpen írjátok meg azt is, hogyha szeretnétek, hogy akár minden nap megmutassam nektek, hogy mit rejtett a kalendáriumon. Nyere kis gardrób cimborám! Nyere kis gardrób cimborám! Szia, Mucifer! Szia! Itt vagy! Itt vagy, itt vagy, itt vagy! Amíg én készülni szoktam, addig Narus babus pakol, megnézi a táskáimat, a ruháimat. Bizony, és most már a fiókokat is megpróbálja kihúzni, úgyhogy ez kicsit veszélyes. Na, öltözik, aztán te is, és rohanunk a fotózásra. Nem volt egyszerű meló, de összepakoltunk, elindultunk, úton vagyunk. Itt van a kismanó. Szia, Mucsi, Pucsi! Úgyhogy régen ilyenkor csak bedobtam magam és betipegtem a fotózásra, most meg nézzétek meg. Tele van a babakocsi minden, ami a Narusnak kellhet. Pótruha, kedvenc játékok, pelenkák, az ételei, minden, minden, minden. De teljesen időben vagyunk, mert kettő rég érte magunkat, és még van 10 perc, úgyhogy szerintem jól teljesítettük. That you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time. You're feeding me lies. Hát én is úgy láttam. Akkor mehetünk. Mehetünk. Csak mit veszek fel? Azt tudjuk? Nekem a hátadra. Petra. Egy pár most téged tesznek föl, én úgy tudom. Gyere. Egy pár nélküli semmit. Egy pár nélküli semmit. I would never ever ever would have believed them. No reason. Sometimes the truth is hard to see, but never, never, ever, ever seem to be over. I saw Samantha. Amit most láttatok, az egy orvosesztétikai klinikának a fotózása volt. Hamarosan elárulom nektek, hogy egész pontosan melyik és hogy milyen kezeléseket fogunk ott végezni, vagy miért is dolgozunk mi együtt. Most rohanunk haza Narussal, mert el kell még mennünk, a Sofi is hazaér, és el kell még mennünk, végre elmenjünk a gyereküléséért. Úgyhogy tartsatok velünk, gyorsan öltözöm, a Narust még itt megetetem, alszik az autóban, és akkor legközelebb már otthon találkozunk. Végre én is hazaértem a lányokhoz az edzésről, így most hárman elmegyünk, és végre elhozzuk azt a gyerekülést, amit kiválasztottuk a Brandonba. Gyertek velünk. Már kiválasztottuk mondapának, csak még utolsó próbát teszünk, jó? Jó, de neki is tetszeni kell. Nézd, itt van, szerintem ez az. Aha. Már egy kaszkadőr benne van, itt egy nem kell bevölni. Kisbabus, Narus! Kipróbált egy kisbabus. Látod? Nagyon nem volt egyszerű dolgunk, tőletek kértünk segítséget, mert ennyi rengeteg babaülés van mögöttünk, mire megtaláltuk végre az igazit, de ti is nagyon sokat segítettetek, itt a Brandonban is nagyon sokat segítettek, és végül így esett erre az ülésre a választásunk, amit most milyen megmutatunk nektek. Remélem, ez tetszeni fog. Jöjj, de jó ez. Hogy szavasz. Ez hogy kell? Ebbe szeretni fogsz utazni, kicsi? Bízom benne. Jöjj, de jó. Jöjj, de jó. Kérsz te is valamiért, amit majd nézegetsz életem?
apa megszakérti. Ezt is összeknek a pintanulja. Igen. Menni fog. Kész. Kész, kész, kész! Engedni kell. Szerintem ez tetszik neki. Jó, és most húzunk rá egy kicsit. Hello, Bello! Pepe? Pepe? Szia, édesem! Kényelmes az ülésed? Mindenképpen olyan ülést szerettünk volna, ami 360 fokban forgatható, illetve menet közben dönthető, mert én mindig annyira sajnáltam azokat a kis babucikat, akik elaludtak az autóba, és így leesett a fejük. Úgyhogy ezt pedig tudod mozgatni, feljebb állítani, lejjebb dönteni, igazság szerint egy hölgy segített nekünk, úgyhogy most gyorsan még egyszer kérünk egy tanfolyamot, hogy majd tökéletesen tudjuk alkalmazni. Ugye? Kicsi kincs. Néztünk igazság szerint pajzsos gyerekülést is, de a narus szabadságvágyát szerintem az nem elégítette volna neki, úgyhogy ezért maradtunk inkább ennél a hagyományos őves verziónál. Na, közben megvan, hogy hogy lehet hátrafordítani. Először is, itt van egy ilyen kis kar, amit hogyha teljesen így van, akkor lehet meg. Szevasz! Lucka! És itt fel lehet így ültetni, ez a maximum. Ez itt nem tetszik? Ülve nem tetszik? Kicsit nem tetszik jönti. Ülve? Ez a maximum. Szia, lóbe lába! Lehet, hogy ebbe sem fogsz szeretni utazni, kicsi? Hellóka! Tapsi, tapsi! Tapsi, tapsi! Ügyesen ülsz, kincsem! Végre hazaértünk egy nagyon-nagyon hosszú nap után, és egy 4 óra alvás után azért ez egy eléggé megterhelő dolog volt. Hallod ezt? Neked is hajmosás lesz. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Tudjátok, hogy kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, hogy ti milyen anyagot szeretnétek tőlünk látni legközelebb. Annyit megígérhetek, hogy hamarosan megmutatjuk a családi járgányunkat is, és abban az anyagban pedig... Igen, beszereljük az új autós üléselet. Mit szólsz hozzá? Úgyhogy tartsatok velünk mindenképpen. Sziasztok!